esett, ugyanakkor visszaesik, visszaesett a beruházás, és nekem ezért érdekes, és ezért szenteltem ennek időt, mert én azt látom ebben az előterjesztésben, amit Matolcsi miniszter úr jegyez, hogy bizony jelentős fejlesztési kiadásokat is fognak vissza továbbra is. Tehát az az egyensúly zavar, amit előállítottak, vagy mondjuk így, hogy nem kezelték tovább, nem mentek tovább azon az úton, amit az előző kormány elkezdett, és itt majd néhány tételre visszatérnék, ennek ez a következménye. Tehát a túl nagy aktívum nem lesz, nem túl jó, az egyelőre jó eredmény, de úgy néz ki, hogy ez a folyamat egyre inkább erősödik. A megtakarításokról. Igen, rettentően fontos, hogy legyen lakossági megtakarítás, de szeretném idézni önöknek, ha megnézik a 2009-es statisztikákat, és én akkor a jegyzeteimbe azt írtam föl, hogy ennek a válságnak sok más következménye mellett egy ilyen hatása van, hogy a magyar emberek elhitték, hogy van Wismayor helyzet, tehát kell takarékoskodniuk. Tehát 2009 első negyedév óta folyamatosan nő a lakossági megtakarítás, miközben a reálkeresetek azért tényleg nem túlzottan változtak. Tehát a meglévő pénzükből tartalékokat képeznek az emberek, és ez így normális. Tehát ez sem újdonság. Ezt is lehetett látni akkor, amikor már megtervezték a 2011. évi költségvetést. Hadd térjek ki egy másikra, és amiért azt mondtam, hogy és jogosan mondta Buráncs képviselőtársam azt, hogy mi lesz 2012-ben. Az előző kormány tett kísérleteket strukturális átalakításra, oktatás, felsőoktatás, egészségügyi rendszerben. Ezek zátonyra futottak az akkori parlamenti ellenzék munkájának köszönhetően. Szóval nem véletlenül használta akkor a magyar sajtó, a politikai elemzők azt a kifejezést, hogy mentőr jobb, rosszabb az országnak, annál jobb a Fidesznek. Tehát ebben voltak érdekeltek. Na most, amit megakadályoztak, lehet látni, hogy a kormány ebben szenved, ebben vergődik. Most ugyanígy oktatás, egészségügy. De még hogy hova jut ki, azt nem tudjuk a mai napig se, márpedig ha ezeket a lépéseket nem tudják megtenni, akkor tényleg az a gond, hogy mi lesz a jövőben. A realitásokhoz. Azt gondolom, hogy mivel a hitelállomány ismert volt, az adósságszolgálat ismert volt, tehát azon a téren nincs változás, képviselőtársai. A változás a bevételekben van, társasági adótól kezdve az EVA-ig, forgalmi adóig, tehát elmaradnak a bevételek, és hát a kormány intézkedései meg az első időszakban, kérem önöket, hogy keressék vissza a 2010 tavaszi törvényjavaslatokat, még a kormány jóformán meg sem alakult, de jó néhány olyan törvényjavaslatot fogadtak el, amelynek költségvetési kiadás hatása van, és ezek most is benne vannak. Ebben én egyetlen példát hadd mondjak, ha valaki megnézi az egyházi iskolák fejezetet, ahhoz most sem nyúlnak hozzá, az marad, de az lényegesen nagyobb már, mint az előző időszakban volt. Tehát a strukturális reformok megkerülhetetlenek, erre hadd mondjak egyetlen példát, a Szél Kálmán terv már foglalkozik a MÁV-val. Igaz, hogy nem olyan mértékű első lépésbe az állami támogatás csökkentése, mint azt mi el akartuk érni már 2010-ben, ennél szerényebb, de egyre növekvő állami támogatás csökkentést jelent, vagy vetít előre a Szél Kálmán terv. Tehát gondolom, hogy mégiscsak van folytatás, amellett, hogy ezt megpróbálták gyorsan eltakarni egy MÁV vizsgáló bizottsággal, nehogy el kelljen ismerni azt a teljesítményt, amit azok a menedzserek azért tettek, hogy ezt a hatalmas nagy vállalatot egy piaci viszonyok között működőképes vállalattá tegyék.
Szeretnék még egy kérdést kiemelni, ami számomra rendkívül fontos. Itt a ház falai között nagyon sokat beszélünk cigány kérdésről, roma kérdésről, mindegy, hogy melyik kifejezést használom, azt hiszem önök is tudják. Talán abban kéne egyetértenünk itt mindannyiunknak, hogy azt a problémát, ami előtt állunk, csak úgy tudjuk megoldani, és én azért mondtam, hogy engem érint, mert nekem van itt egy közel 20 éves tevékenységem, aminek látom az eredményét, hogy hogyan és milyen csatornán lehet eljuttatni roma fiatalokat egészen az egyetem elvégzéséig, de ehhez nagyon sok energia és türelem kell, viszont ha megnézik ezt a megint csak azt mondanám, hogy beterjesztett pótköltségvetést, annak ugyan nem nevezhető, mert a szakmai alaposságot erősen nélkülözi, de pont a társadalmi felzárkóztatásból, az integrációból, a roma oktatás kérdésből, a hátrányos helyzetű kistérségektől. Tehát azt mondanám, államtitkár úr, hogy itt valaki olyan vette a kezébe ezt a pótköltségvetést, hogy egyszerűen lehúzott tételeket annélkül, hogy megnézte volna ennek a tartalmát. Mondok még egy mondatot. Gőgös képviselő úrnak az idejébe már nem fért bele, de egyezkedtünk, és ő is ugyanazt látja. Miközben maga Ángyán államtitkár úr már sokszor beszélt itt a házban, interpelláció és más kérdésben, arról, hogy földkérdésben mit kéne tenni. Képviselőtársaim, tessék már megnézni, az állam földvásárlási lehetőségeit szükítették. Tehát ezek szerint már nem fontos az a kérdés, amiről beszéltek. Tehát számomra ezek a hitelességi problémák jönnek elő. Ez ugyanilyen, miközben megint csak azt mondom, gondolják el, ma a pulpitusról beszélt a miniszterelnök úr a roma felzárkóztatásról. Eközben itt azt látom, hogy a forrás csökken. Vagy lehet, hogy egy fél mondatot kellett volna mondania, hogy igen, majd megoldjuk, de nem magyar pénzből, hanem Európai Uniós támogatásból. Szóval valamit megint várunk, amire majd fél év múlva lehet azt mondani, hogy jaj, bocsánat, a feltételek megváltoztak. Vagy nem úgy alakultak. Amit Nyikos képviselő úr mondott, én azt egy kicsit pikírten hadd fogalmazzak úgy. Amikor az állami számvevőszékről szóló törvényt itt vitattuk, akkor elég nagy hangsúlyt kapott az a kérdés, hogy azok, akik nem működnek együtt az állami számvevőszék ellenőrzésével, azokat szankcionálni lehet. Na most, képviselőtársaim, nekünk viszont van egy feladatunk a képviselőknek, az országgyűlésnek, ami ellenőrzési funkció. És a gazdasági minisztérium, a nemzetgazdasági miniszter úr ebben az együttműködésben minket megakadályozott. Mert amit mondott Nyikos képviselő úr, a tárcának nagyon egyszerű lett volna egy olyan Excel táblát a rendelkezésünkre bocsájtani, ahol lehet látni, és korábban ennek volt hagyománya a házba, az eredeti előirányzatot, a változást és a módosítottat. De szerintem nem akarták. Tehát egyrészt nem akarták elismerni, hogy összedőlt a költségvetés, már tavasszal, vagy még a tavasz előtt, inkább a tél végén, és most elénk került egy anyag, ami hát ugyan költségvetésről szól, és a 2011-es költségvetésnek szinte minden fejezetét érinti, de mégsem nevezhetjük pótköltségvetésnek. Tehát azt gondolom, hogy ez a minimális udvariasság, szakmai igényesség elvárható lett volna a pénzügyminisztériumnak, azoktól a munkatársaitól, akik még költségvetéssel foglalkoznak a Nemzetgazdasági Minisztériumba, hogy részünkre ilyen anyagokat biztosítsanak. És az államadósság, én is ezt hagytam a végére, úgy, ahogy képviselőtársaim. Igen, kérem, gondolják végig, ez az államadósság érdekes módon még ebben az évben is növekedett. És hiszem, hogy előbb-utóbb önök is észreveszik, hogy a kérdéseinkre kapott válasz, miközben mindig visszamutatnak 8 évet, azért, ha lassan összerakjuk, akkor kiderül, hogy ez az államadósság, amit 80 vagy 81%-os GDP arányosnak mondanak,
ez valójában lényegesen kevesebb. Szóval csak egy ilyen momentumot, ha visszahoznék, a cséfalvai államtitkár úr egy alig két héttel ezelőtti megszólalásába azt mondta, hogy a magánnyugdíjpénztár évi 1,5%-os adósságnövekedésnek felelt meg GDP arányosan. Én azt mondanám önöknek, hogy ezt nem kell a teljes 97-ig visszamenő időszakra, mert nyilván az elején ez lényegesen kisebb arány volt, de így bizonyítható, hogy 10%-ot meghaladó pénz az, ami bent volt a magánnyugdíj pénztárba, és itt kell beszélnünk arról, hogy önök nem beszélnek arról, és amikor arról beszél Burány képviselőtársam is, hogy mi lesz 2012-ben, igen, mint ahogy a sajtóban már lehet olvasni, önök hozzá fognak nyúlni a már nyugdíjba lévők nyugdíjához, és nagy valószínűséggel meg fogják változtatni a nettó keresetek és a nyugdíjak viszonyát a következő évekbe. Mert azt az egyensúlyt, amit önök úgy jellemeztek, hogy csak annyi lehet a kiadás, amennyi a bevétel, az ezt feltételezi. És még egy fél mondatom, a foglalkoztatás, meg a gazdaság fölpörgetése, amiről mindenki beszélt. Képviselőtársaim, higgyék el, ehhez társadalombiztosítási járulékcsökkentés kell. Ha egy percet kapok, akkor nem kérek újra szót, elnök úr, köszönöm szépen. Tehát a munkáltató, ha kevesebb járulékot fizet, akkor megszűnik rajta bérnyomás, mert tud bért fizetni a munkavállalóinak. Fekete gazdaság lényegesen csökkenhet, mert a kifehérítést nem a munkavállaló tudja megtenni, hanem a munkáltató. Tehát őt kell érdekelté tennünk abban, hogy bevalljon, befizessen és fehérítse ezt a gazdaságot. És ha ez megtörténik, akkor ez tényleg jelenthet növekedést, munkahelyeket, azt, amiről a kormány álmodik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Úr Nándor képviselő úr, következik rendes felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel a két percesek kapcsán sok mindent elmondtunk, ezért rövidebben fogom a normál hozzászólásomat megtenni. Nekem az első olvasatom kapcsán az volt az elsődleges véleményem, hogy ha nem is áttekinthetetlen, de nehezen áttekinthető mindaz, ami a törvénytervezet keretei között a kezünkbe került. Ma már talán valaki használta a szót, a gondolatot, hogy hatásvizsgálatok nélküliségével párosult ez a törvényjavaslat. Igen, ezt csak alátámasztani tudom, de hát már lassan azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan törvénytervezet, ami hatásvizsgálatokkal párosulva kerülne a ház elé. Az a megszorítás, ami 187 milliárd forintban köszön vissza, leginkább aképpen volt nehezen elfogadható, hogy pont azokon a területeken történt meg mindez, ami a kormánynak a egy jó egy esztendővel ezelőtti ígéreti sorában, prioritási sorában ott szerepelt. Ha visszagondolnak, képviselőtársaim, akkor 3-4 ígéret fogalmazódott meg, nem túl sok. Ilyen volt a 1 millió új munkahely, ilyen volt a radikális adócsökkentés, és ilyen volt a közbiztonsággal kapcsolatos kérdések rendezése. Hát a 1 millió új munkahelyből nagyjából látjuk, hogy mi történt. Nagyjából a válság előtti időszakhoz képest azonos összehasonlítható időszak 2008 tavasza, meg 2011 tavasza, az mínusz 110 ezer. Azt is látjuk, hogy a munkanélküliek száma az szinte soha nem látott mértékű. A 1993-as esztendő volt az, ami hasonló csúcsokat döntögetett. És látható az is, hogy a radikális adócsökkentés az a egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadó mit hozott. Érthető és világos, hogy ennek csak és az lehetett a következménye, ami ebben a törvénytervezetben visszaköszön. Az, hogy megszorításokat kell eszközölni. Na de pont ott, legkiváltképp, ami a prioritási sorba tartozó volt,
a munka világának az erősítését célozta meg az első gondolatokban, itt pedig 38 milliárdot elvesz. Közbiztonság vonatkozásában, ahol jó hivatkozási alapnak tűnt a kormányváltást megelőzően, hogy 2 hét alatt rendet tesz majd ez a kormány. Nem akarok visszamenni, hogy a statisztikai adatok mit mutattak egyébként 2002 és 2010 között. Némileg 2010-ben jobbak voltak, mint 2002 között, mégis sikerült a társadalomba beégetni azt a gondolatot, hogy milyen rossz a helyzet közbiztonság szempontjából. És ezért az emberek komoly elvárással fordultak, és fordulnak ma is, hitem szerint a kormány felé. No, ezen másik ígérethez illesztettem meg, 35 milliárd forintos elvételt, megszorítást tesz a kormány ezen törvénytervezet keretei között. Az az egy kulcsos személyi jövedelemadó pedig látható módon azt a következményt szüli, hogy mindazok, akik tehetősek, Szűcs Erika képviselőtársam, miniszter asszony beszélt arról, hogy a felső 10 000 tekintetében mintegy 170 milliárd forinttal kevesebb adó megfizetéssel párosítottak, és azok, akik pedig nem a haszonélvezők közé tartoznak, tehát rajtuk kívül esők, egy tágabb kört felölelők, mondjuk a foglalkoztatás világában lévő 3,8 millió emberből az a 3,5 millió, ők pedig több adót fizetnek meg, illetve elesnek adó jóváírásoktól és egyéb kedvezményektől. Magyarul egy olyan világot építenek, amelyben sokak, akik szerényebb jövedelemmel bírnak, azok az apró fillérekből fizetik meg azokat a súlyos 10 és 100 ezer forintokat, amelyeket kevesek, viszont havonta nettó értelembe vetten tesznek zsebre. És hát közben nyilván az ilyen intézkedések mellékhatása, rossz értelmű mellékhatása az, amit itt látunk a költségvetési törvényhez illesztett módosítás kapcsán, hogy megint és olyan megszorításokat kell hozni és eszközölni, amelyek újólag is azokat fogják sújtani, akik eddig is kiszolgáltatottjai voltak a történetnek. És közben persze ezen az egy kulcsos személyi jövedelemadón kívül még egyéb más olyan tényezők is nehezítették a helyzetet, mint ami mondjuk az elmúlt egy esztendőben érthetetlen módon például az államcsőd vizionálásával elég nehéz helyzetbe hozta az adósokat, a devizahiteleseket, sok mindenki mást. Nyilván nem akarom a svájci frank 227-28 forintos mértékét csak és ezzel egybekötni, de azért emlékeznek képviselőtársaim arra, hogy amikor ezek a bejelentések voltak, akkor milyen ütemű, rohamszerű változások voltak az árfolyamok tekintetében. Ha összegezni kell ezt a történetet, akkor én azt mondom, hogy egy rossz gazdaságpolitika, vagy egy nem belátható, nem létező gazdaságpolitika az, ami gyakorlatilag ezt a helyzetet, ezeket a szituációkat életre hívta. És hát az, hogy nem hitték el, és szerintem ma sem akarják elhinni, hogy ahelyett a egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadó helyett sokkal, de sokkal praktikusabb lenne a foglalkoztatás világát érintően az a lépéssorozat, ami példaként az élő munkára rakódó járulékterhek további csökkentésével párosulna. Azzal a 32-27%-ra emlékeznek rá, ugye, ami a kormányzásunk utolsó éveiben megtörtént, annak a folytatásával kellett volna foglalkozni szerintem, vagy abba kellett volna több energiát fektetni és pénzügyi forrásokat csoportosítani. Annak lett volna foglalkoztatás politikai szempontból kézzelfogható hatása, és annak lett volna a fogyasztása is kézzelfogható hatása, és annak lett volna az áfa bevételek tekintetében is fogható hatása. Hát ezek azok a tényezők, amelyeket önök elmulasztották számomra érthetetlen okokból kifolyólag. És nyilván ezek vezetnek ahhoz, hogy a foglalkoztatás stagnálása adott esetben csökkenése mellett a munkanélküliség meg rohamosan növekszik. És sajnálatos módon azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak és számában, arányában, hanem a probléma elmélyültségében is súlyosbodik a helyzet.
Hiszen ma például már több mint 18 hónap felett van az a időtartam, amelyet a regisztráltak a munkanélküliség körében töltenek el. És ilyenkor forrást vonnak ki a rendszerből, mind az aktív, mind a passzív oldalon, bár most 24,6 milliárdot betesznek a passzív oldalra, miközben 38-at kivesznek az aktív oldalról. Tehát nem olyan intézkedéseket fogalmatosítanak, amelyek ezt a helyzetet alapjaiban meg tudnák változtatni. És közben azt mondják, hogy háborúban állnak az államadóssággal, háborúban állnak a munkanélküliséggel. Nem akarom Göndör képviselőtársam gondolatait nagyon mélyen tovább elemezgetni, de az a háborúban állás, ami a adósság tekintetében megfogható, ugye mindig azt mondják, hogy 53%-ról nagyjából 80% közelére emelkedett, mértékére emelkedett az államadóság. Abban, tudják önök is, abban benne van az a 98-2002 közötti lakáshitelzési program következménye, amelyet a Fidesz kormány indított el. Itt az előbb elhangzott, hogy államtitkár úr fogalmazta meg a korábbiakban, már nem Becsei államtitkár úr, hanem kollégája, hogy nagyjából a magányugdíj pénztári megtakarítások 1,5%-ot jelentettek. Ez minden évre nem igaz, de halmozottan úgy igaz, hogy összességében mintegy 12%-ot tesz ki azon a 27-28%-os adósság növekményen belül. Meg azt is tudják, hogy 4%-nyi forrás az ott volt a Magyar Nemzeti Bankban a kormány átadáskor. Csak ez a három tétel együtt 20% a 27-28-ból. És közben 17 milliárd euróról 35 milliárd euróra növekedett a deviza tartalék az IMF-től felvett hitelek felhasználásával együtt. Nem akarok több számot használni, mert szükségtelen, csak érzékeltetni szerettem volna a folyamatokat, hogy mindaz, amivel szemben önök háborúban állnak, az a tekintetében milyen folyamatok veszik körül ezeket a kinyilatkoztatásokat, és mi a realizálódása a mai helyzetnek. A realizálódása az, hogy soha nem látott mértékű, talán Burány képviselőtársa mondta, soha nem látott mértékű a adósság nagysága, 21 ezer milliárd forintos nagyságrendet ért el. És a munkanélküliség, amivel kapcsolatban újólag háborúban állnak, az is, kedves egészségre képviselőtársam, az is szinte soha nem látott mértékű az elmúlt 20 év viszonylatában, mert több mint 600 ezeres nagyságrendet ölel fel, és közben a munkaerőpiacon havonta, meg szembe találkozunk mondjuk 20-30 ezer állás kínálattal. Ez a munkatípusú társadalom építésének a jegyében zajlik. És jelzem azt is, hogy óriási változások vannak a munkaerőpiacon, mert az elmúlt esztendőkben az a sajátosság jellemzi a munkaerőpiacot, az elmúlt évben az a sajátosság jellemzi, hogy a támogatással foglalkoztatott munkavállalók köre az összes felkínált munkalehetőség háromnegyedét teszi ki, és mindössze az egynegyede az, amely támogatás nélkül is eljut oda, hogy foglalkoztatottá tud válni. A korábbi években ez nagyjából feles volt, a legrosszabb esetben is az a 35-65%-os mérték. Most eljutottuk odáig, hogy már a háromnegyed, egynegyedes arányok az igazak. Szóval azt gondolom, hogy mindaz, amivel háborúban állnak itt a fülkeforradalmat követően, a nemzeti együttműködés jegyében, az bizony olyan típusú kérdések sokaságaként vetődik fel, amelyek elnehezültek az elmúlt egy esztendőben. És hát nem véletlen, hogy ennek okán nagyon sok olyan intézkedésre kényszerülnek, amelyek például idézőjelbe tett kommandó kiküldésén keresztül, vagy hatósági intézkedések útján kívánják behajtani a vállalkozásoktól azon forrás kieséseket, amelyek hitem szerint a kormány által elkövetett hibákból fakadóan születnek. Tehát áthelyezik azokat a kötelezettségeket is mások felé, amelyekért önöknek kellene helytállni a gazdaságpolitika megrajzolása okán. Összegezve, hogyha meg kell fogalmazni a gondolatokat, akkor azt mondom, hogy
Számomra legkiváltképp azért nem elfogadható a költségvetési törvény módosításával kapcsolatos törvénytervezet, mert azokat sújtja leginkább, akik számára a legnagyobb mértékű segítségre lenne szükség. És itt én azokra gondolok, akik önmagukért is mindent megpróbálnak megtenni, akik munkavállalási hajlandósággal, szándékkal bírnak, de egyszerűen a környezeti hatások nem adnak a számukra lehetőségeket. Ezektől az emberektől, és ezeknek az embereknek a sokasságától nyugodtan mondhatom, nem elvenni kell, hanem többletet kell nyújtani, egyszerűen segíteni kell őket ahhoz, hogy a munka világában helyt találjanak. Ez mindegyikünk közös érdeke. Egyrészt azért, hogy a társadalmi béke ne boruljon fel, másrészt azért, hogy produktum életre hívásában egyre több ember vehessen részt. Ez az, ami legkiváltképp elfogadhatatlanná teszi számomra ezt a törvénytervezetet, és az utolsó mondatom, gondolatom pedig az, hogy annak a szemlélete, ami konkrétan e tekintetben visszatükröződik a törvénytervezeten keresztül. Az pedig az, még egyszer mondom, hogyha munka alapú társadalmat erősít ez a kormány, akkor nehezen összeegyeztethető és nehezen fér ezzel egybe az, hogy az aktív oldalon csökkenti azokat a forrásokat, amelyek a foglalkoztatás bővüléséhez járulhatnának hozzá, amely vonatkozásában csökkenti a decentralizációnak a lehetőségét, hogy helyben szülessenek azok a döntések, amelyek talán a legnagyobb hatékonyságfokkal születhetnek, és eközben a másik oldalon pedig kiegészítő forrásokat juttat például a bérpótló juttatásokra, ami köztudottan passzív eszköz, mert ez pont ellenhatást gyakorol, ez pont azt jelenti, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amely nem a segély helyett munka, hanem a munkahelyet segély világába vezet. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több jelentkezőt nem látok, megkérdezem Becsei Zsolt államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, kíván. Államtitkár úré, a szó, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a még ébren lévőknek adresszálnál csak egy nagyon rövid dolgot. Rengeteg mindenről szó volt, oda-vissza vagdalózások és válaszok is elhangzottak. Én csak azt emelném ki, hogy tulajdonképpen ennek az egész törvénymódosításnak mi az alapfunkció, és egy általános vitában inkább azzal kéne foglalkozni, nem pedig minden más kérdéssel. Nevezetesen arról van szó, hogy egy hitelességet, egy kredibilitást kell tartani, magyarul egy gazdasági növekedést kell tartani, emellett egy deficit célt kell tartani, mind a kettő 3% körül mozog, a deficit célnak 3% alatt kell lennie, és ennek az egésznek az a lényeg, azt hiszem a gazdaságpolitikai fölépésülnek, hogy a versenyképesség erősödjön. És a versenyképesség erősödését jelzi az, hogy nőtt a versenyszférában a foglalkoztatottság, tehát van egy átalakuló helyzet, amikor a közszférából a versenyszféra felé elkezd tolódni a foglalkoztatottság. Ezt jelzi az, hogy nagyon magas a külkereskedelmi aktívum, ami hosszabb ideig tartható is, és ezt jelzi az is, hogy a adó rendszer egyszerűsített, és az a befektetés ösztönzést nagy mértékben segíti. Megjegyzem, hogy az egykulcsos adórendszerű, itt már hideg-meleget elmondtak az ellenzéki képviselőtársaim, főleg a szocialista képviselők hosszú tömött sorokban, de azt azért szeretném megjegyezni, hogy az egyszerűsítés és az a tény, hogy inspiráló az adórendszer a munkavállaló számára, tehát minél többet dolgozok, annál több marad számomra, hogy a munkaadó szempontjából nincs bérnyomás, ezek mind befektető barát szempontok, én elég sok külföldivel tárgyalok, tehát külföldi befektető, ezt nyugodtan elmerem mondani, és hát ezt mind tartanunk kell ahhoz, hogy ki tudjunk bontakozni,
és azt el tudjuk mondani, hogy nem csak az államadósság fog ezáltal csökkenni, hanem a gazdasági növekedés is szinten tud maradni, és hogyha az államadósság csökken, akkor elindulunk afelé az út felé, amelyik a GDP 4%-a alatt fokozatosan 3-3,5%-ra le fogja vinni a kamat fizetését az országnak, hiszen ez az a pénz, ami oda van, és hát ez adja meg az értelmét annak is, hogy az államadósság ellen általában harcoljunk. Még egyszer, elnök úr, most a késő éjszakai időpontra vagy tekintettel köszönöm szépen a hozzászólásokat és a lehetőséget. Köszönöm szépen, államtitkár úr! Az általános vitát lezárom, mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett a részletes vitára, bocsátásra és a részletes vitára.